Hazánkban mintegy 720 ezer cukorbeteg él, ám a kezeltek számának többszöröse lehet érintett fel nem ismert cukorbetegségben. A világ leggyakoribb anyagcsere betegségének szövődményei rontják az életminőséget, a diabétesz fokozatos látásromlást eredményezhet, a vese károsodhat és a romló vérkeringés miatt a végtagokon, elsősorban a lábon elváltozások jelentkezhetnek. Minden hatodik, nyolcadik, tizedik cukorbeteg életében valamilyen komoly lábsebb kialakul, és ezek eredményeképpen Magyarországon sajnálatos módon mintegy 4000 amputáció történik évente, és a szakma azt gondolja, azt kell gondolja a külföldi tapasztalatok alapján, hogy ezeknek a fele egész biztosan megmenthető volna. A nyíregyházi diabéteszes lábambulancia bemutató tájékoztatóján elhangzott, a problémára megoldást jelenthet az oktatás, a megfelelő lábápolás, ehhez azonban szükséges önálló kompetenciával rendelkező ápolási szakember, úgynevezett podiáter. Térségünkben egyetlen ilyen szakember van. Manapság Magyarországon még ez egy abszolút nem elterjedt szakma. 13-an vagyunk az országban, akik a tavalyi év folyamán végeztünk a Miskolci Egyetemen. Érdekességként el kell mondani, hogy egész Nyugat-Európában, valamint a tengeren túlon is ez egy nagyon elterjedt szakma, és nagyon sokan dolgoznak podiáterként. Magyarországon ez még most gyűrűzött be az országba. Mi végeztünk 13-an, valamint az éven próbálták elindítani ezt a képzést, a SOTÉ-n is, valamint a Miskolci Egyetemen is, de nem sikerült elég jelentkezőt találni, ezért nem indult el a képzés. A szakág így munkaerőhiánnyal küzd, ám jó hír, hogy az ország első diabéteszes lábambulanciája végzett podiáterrel kezdte meg működését Nyíregyházán. Nem arról van szó, hogy itt a súlyos elváltozásokat kezeljük alapvetően, arra már van, amikor a sebészeti kezelés kell. De például a megfelelő eltávolítása a bőrfüggelékeknek, sebek kitisztítása, sok-sok lehetőség van, de a legeslegfontosabb a megelőzés lehetősége. A diabéteszes lábambulancia podiátriai szakrendelés ebben az épületben a belgyógyászati osztályon, a földszinten található.